11. fejezet Az Árpiac mindig is az évőri folyó partján működött, már résvár fennállásától kezdve, vagy talán már annál is régebb óta. A legendák szerint az igazság istenének csontjaira építették, hogy a kereskedők és a tolvajok itt őszinték maradjanak. Kóleszt ironikusnak tartotta, mivel nem létezett olyan, hogy az igazság istene, legalábbis az ő tudomása szerint. Csempészek, illegális szerek, fűszerek, ruhák, rabszolgák, a piac mindenféle vásárlót kiszolgált, ha valaki elég bátor, ostoba vagy kétségbe esett volt ahhoz, hogy ide merészkedjen. Korra mindegyik illett, amikor hetekkel ezelőtt először járt itt. A kikötő egyik omladozó részében egy korhat falépcső nereszkedett le a töltés belsejébe, amibe alagutakat és üzlethelyiségeket vájtak. Köpenybe burkolózott, felfegyverkezett alakok járőröztek hosszú, széles rakparton, ami a piacra vezető egyetlen útként szolgált. Esős időszakban az évőri vízszintje annyira megemelkedett, hogy elöntötte a rakpartot, és az is előfordult, hogy a kevésbé szerencsés kereskedők és boltosok belefulladtak az Árnypiasz labirintusába. A szárazabb hónapokban viszont nem lehetett tudni, hogy mire vagy kire bukkanhat itt az ember, ki az, aki a portékáit árulja, és ki az, aki csak éppen itt kószál a mocskos vizes alagutakban. Az esős nap ellenére a piac ma este zsúfolásig megtelt. Ettől kól némileg megkönnyebbült, mint ahogy attól is, hogy a föld alatti területen mennydörgés dübörgött végig, mire nagy morgolódást támadt. A kereskedők és a csőcserék túlzottan el lesznek foglalva a viharral. Ahhoz, hogy felfigyeljenek korra és nesrénre, akik az egyik fő átjárón haladtak. A dörgésbe beleremektek a színes üveglámpások, amelyek oda nem élően szépek voltak, mintha valaki egyszer elhatározta volna, hogy kölcsönöz a helynek némi bájt. A barna üvegekben ezek a lámpák szolgáltatták a fő fényforrást, bőven teretengedve az árnyaknak is, amiről a hírhet piaca nevét is kapta. Így árnyék vetült a sötét ügyletek fölé, az árnyékban kést is lehetett csúsztatni a másik bordái közé vagy éppen el lehetett tüntetni valakit nyom nélkül. Vagy a többi összeesküvével lehetett, lehetett találkozni. Senki nem törődött velük, amikor bebújtak az egyik durva kialakítású nyíláson. Ezek szolgáltak az árnypiac alagútjainak bejárataként. Az alagutak valahol összeköttetésben álltak a szennyvíz csatornákkal. Kol fogadni mert volna, hogy a tehetősebb árusoknak megvolt a saját titkos kiáratuk a bódéik vagy boltjaik alatt. Egyre több árus állított itt fel fából vagy kőből standokat. A portékákat asztalokon, ládákon vagy kosarakban tették köszemlére, a legértékesebb árukra azonban csak a pult alól lehetett szert tenni. Egy fűszerkereskedő a sáfránytól a fahéig mindent árult, de még a legillatosabb fűszerek sem tudták leplezni a pult alá dugott ópium émeítően édeskés szagát. Kól egykor régen talán még foglalkozott volna az illegális szerekkel és az árusokkal, akik mindent árultak itt, amihez csak kedvük szottyant. Talán megpróbálta volna bezáratni ezt a helyet. Most már csak beszerzési forrásként használták ők is. Nestrén a városi helyőrség tagjaként valószínűleg hasonlóan érzett. Már azzal a veszélybe sodorta a biztonságát, hogy itt járt. Maga a hely semleges területnek számított, de az itteniek éppenséggel nem szívlálték a hatóságokat. Kól nem hibáztatta őket. Az ánypiac volt az első helyek egyike, ahol Éderlen királya belekezdett a tisztogatása, tisztogatásba a mágia eltűnése után. Felkutatták azokat az árusokat, akiknél állításuk szerint tiltott könyvek, még működő varázsigék és gyógyitalok voltak, valamint megkeresték a mágikus képességekkel rendelkezőt, akik képes, kétségbe esetten próbálták visszaszerezni a mágiát, vagy legalábbis egy kis morzsáját. A büntetések nem voltak kegyesek. Kól majdnem nagyot sóhajtott megkönnyebbülésében, amikor egy sötét sarokban egy hevenyészett összetákolt standnál megpillantott két köpenyes figurát egy maroknyi késsel. Pontosan a megbeszélt helyen voltak, ráadásul jó munkát végeztek, mert úgy nézett ki a stand, mint az összes többi. Nesrin lelassított, megmegállt különféle árusoknál, mint egy unatkozó vásárló, aki valamivel el akarja ütni az időt, míg eláll az eső. Kóla közelében maradt a fegyverei és a peckes járása. Elég ijesztőek voltak egy ostoba zsebmetsző sem mert volna nála szerencsét próbálni. A kimért járás és a komor tekintet egyáltalán nem esett nehezére. Mivel előző este kapott a bordái közé együttést, néhány társával együtt még éppen meg tudott zavarni egy valk parancsnokot abban, hogy egy fiatal lányt az alagút ráncigáljon. cigáljon. figyelmét pedig átkozottul elterelte Dorian, és az, amit Elin mondott, hogy túl lassan reagált. Megérdemelte a bordáig közé kapott csapást, és a fájdalmas emlékeztetőt minden egyes lélegzetvételkor. Oda kell figyelni. Nem csúszhatnak be hibák, főleg amikor ennyi a tennivaló, Kól és Nesrin végül megálltak a kis tannál, és szemügyre vették az elnyúlt takarókra kirakott tucatnyi kést és rövid kardot. Ez a hely még a hírénél is romlottabb, szólt bróló a csukjája árnyékából. A piac felén legszívesebben bekötném szegény resz szemét. Resz vihogott. Tizenkilenc éves vagyok, öregem. Engem itt már nem ér meglepetés. Resz Nesrinre pillantott, aki az egyik görbe pengét tapogatta. Bocsánat, hölgyem! Én 22 éves vagyok mondta a lány szárazon. Azt hiszem, hogy mi a városi helyőrségnél sokkal több mindent láttunk, mint ti a hercegecskék. Kó látta, hogy Resz elpirul, és esküdni mért volna, hogy még Brúló is mosolygott. Hirtelen olyan súly nehezedett rá, hogy alig kapott levegőt. Egykor ez az évődés teljesen megszokott volt. Amikor a kocsmában ültek az embereivel és együtt nevettek, akár még pár nappal ezelőtt is, ahogy az egykor az otthonát jelentő palotában elszabadult a pokol. Van valami újság? kérdezte Brúlótól, aki a közelről figyelmesen nézte őt, mintha egykori mentora belelátna, hogy milyen fájdalmak szaggatják belülről. Ma reggel megkaptuk az ünnepség tervezetét, felelte Brúló halkan. Brúló a köpenye zsebébe nyúlt, Kól ekkor felvett egy pengét. Jól eljátszotta, hogy a tört vizsgálja, aztán feltartotta pár ujját, mint aki alkudozik. Brullo folytatta. Az új testőrkapitány szétszórt bennünket, de senki nem küld a nagy terembe. A fegyvermester is felemelte néhány ujját, előrehajolt, Kol pedig vállat font és a köpenyébe nyúlt az érmékért. Szerinted gyanít valamit? Kérdezte, miközben átadta a pénzt. Nesrin is közelebb jött, és eltakarta őket, miközben Kól cool keze találkozott brúlóéval, és a részpénznek a papírnak súrlódtak. A kis összehajtogatott térképek még azelőtt Kól cool zsebében landoltak, hogy bárki észrevette volna őket. Nem hiszem, felelte A rohadék csak meg akar alázni bennünket. Valószínűleg azt hiszi, hogy vannak köztünk olyanok, akik lojálisak maradtak hozzád, de ha van valami konkrét gyanú, akkor már rég a halálfiai lennénk legyetek óvatosak, figyelmeztette őket kol. Érezte, hogy Nesrin tartása feszesebbé válik, egy pillanat múlva egy fuvolázó női hangot hallott. Három részpénz egy xandriai pengéért. Ha tudtam volna, hogy kiárusítás lesz, akkor több pénzt hozok magammal. Kól testében minden izom megfeszült, amikor észrevette, hogy elinál Nesrin mellett. Hát persze, hát persze, hogy követte őket idáig. Jó Istenek! Lehelte Sötét csukjája alatt elén vigyóra merő gonosságot sugárzott. Üdvözöllek benneteket, Ressz és Brulló. Sajnálattal látom, hogy nem fizetnek nektek mostanában eleget a palotában. A fegyvermester csak nézett ide-oda, elénről a járatokra és vissza. Nem említetted, hogy visszajött, fordult Kólhoz. Elincsett tintett. Úgy tűnik, hogy Kol szereti megtartani magának a híreket. Kol ökölbe szorította a kezeit. Túlzottan felhívott ránk a figyelmet. Tényleg? Erin felemelt egy tört, és egy hozzáértő könnyedségével méregette a súlyát a kezében. Beszélnem kell brúlóval és régi barátommal reszel. Mivel te ezt nem engedted meg nekem, ezért nem maradt más választásom. Annyira jellemző volt rá ez a viselkedés – Nesén lazán arrébb lépett, és a kivájt alagutakat fürkészte. Vagy csak kerülte a királynőt. Királynő. A szó most is fejbe kólintotta. A birodalom királynője az árnypiacon van, tetőtől talpig feketében, és láthatólag viszket a tenyere, hogy elvágja néhány ember torkát. Jogosan félt attól, hogy Elin és Edion találkoznak. Mire lennének képesek együtt? És ha még a mágiájának, mágiájának is a birtokában lenne, <laughs> Vedd le a csukjád, szólította fel Brúló halkan. Elin felnézett. Miért? Egyébként nem veszem le. Látni akarom az arcod. Elin megdermett. Nesrin visszafordult és az asztalra támaszkodott. Láttam az arcát tegnap este, Brúló, és épp olyan helyes, mint volt. Egyébként nincs feleséged, akit nézegethetsz? Elin felhorkant. Azt hiszem, hogy kezdelek megkedvelni Nesrén felik. halványa halványan rámosolygott, magához képest gyakorlatilag sugárzott. Korban felmerült, hogy vajon Elin akkor is kedvelnie Nesrint, ha ismerné kettejük történetét, vagy hogy a királynő vajon foglalkozna -e ezzel egyáltalán. Elin hátrahúzta a csukjáját annyira, hogy a fény érje az arcát, reszre kacsintott a kivigyorgott. Ilyen barátom, szólt Elin. Resz, mintha elvörösödött volna. Brulló szája elkeskenyedett, amikor Elin ránézett. A fegyvermester egy pillanatig figyelmesen tanulmányozta, aztán így motyogott. Most már értelek. A királynő alig észrevehetően megfeszült, Brulló fi finoman fejet hajtott. Ki akarott szabadítani Ediont? Elén visszahúzta a csúkjáját, és egyetértése jeléből bólintott, maga volt a beképzelt, orgyilkos képe. Így van. Ressa nem létező a bajusza alatt káromkodott egy ízeset. Elén közelebb hajolt brullóhoz. Tudom, hogy nagy kérés, de... Akkor ne kérd meg rá, förmet Ne sodord veszélybe őket, így is éppen eleget kockáztatnak. Nem a te dolgod, intette le a lány. Hogy az ördögben ne lenne? Ha rajtuk ütnek, akkor elveszítjük a belső információ forrásunkat, nem beszélve az életükről. Mit akarsz tenni Doriennel, vagy csak Edionnal törődsz? Minden szem rászegeződött. Elén orjukai kitágultak. Mit kérsz tőlünk, hölgyem? kérdezte Brulló. Ó, szóval már a fegyvermester is tudott róla. Biztosan látta nemrég Ediont, és felismerte azokat a szemeket, az arcot, a színeit, abban a pillanatban, hogy hátrahúzta a csúkjáját. Talán már hónapok óta gyanította. Elén halkan így szólt. Ne állomás embereket a kastélypark déli falánál. Kol csak pislogott. Elén nem úgy beszélt, mint aki kér vagy utasít, hanem mint aki figyelmeztet. Bruló hangja, mintha kisé reket lett volna, amikor megszólalt. Mire figyeljünk még oda? Elin már elhajolt, úgy csóválta a fejét, mintha egy érdeklődését vesztett vásárló lett volna. Mondd meg az embereidnek, hogy tűzzenek piros virágot az egyenruhájukra. Ha bárki rákérdez, mondják azt, hogy a herceg tiszteletére teszik a születésnapja miatt. Jól látható helyen viseljék. Kól a lány kezére pillantott, sötét kesztyűje tiszta volt. Néhány nap alatt mennyi vérrel fogja beszennyezni? Resz sóhajtott, és így szólt. Köszönjük. Kól csak akkor jött rá, hogy valóban volt miért köszönetet mondania, amikor Elin már hegyként parádézva eltűnt a tömegben. Elin Galatinius az üvegpalotát gyilkos csatamezővé akarta változtatni, és meg akarta kímélni közben Reszt, Brullót és annak minden emberét. Elin most sem mondott semmit Dorianről. Arról, hogy vajon Dorian vajon kimarad ebből, vagy a lány megmenti őt is. Elin attól a pillanattól fogva érezte, hogy figyelik, hogy elhagyta az árnypiacot, miután vett magának még egy-két dolgot. Egyébként egyenesen Éderlen királyi bankja felé vette az irányt. Üzleti ügyekben ment, és bár a bank zárásáig már csak percek voltak hátra, a bankigazgató boldogan igyekezett felelni a kérdéseire. Egyszer nem volt a kétségbe a hamis nevet, amit a számláin vezették. Miközben az igazgató a különböző számlákat és az évek során felgyülemlett kalmatott taglalta, Elin megfigyelte az iroda részleteit, Vastag tölgyfaborítású falak, a képek mögött pedig nem voltak titkos mélyedések. Utóbbit abban a percben tudta meglesni, amikor az igazgató kiment és a titkárnőjével teát hozatott. A díszes bútorok többe kerültek, mint amennyit egy átlagos résvári egész életében megkeres, például a káprázatos mahagóni szekrény, ahol a legtehetősebb ügyfelek iratait tartották, köztük az övét is, és amelyet az igazgató kis aranykulcsal zárt, amit az íróasztalán tartott. A férfi másodszor is kiment az iroda dupla szárnyas ajtaján, hogy kivegye az Elin által kért összeget. Mielőtt az igazgató az előtérben utasításokat adott a titkárnőjének, a lány felállt, lazán odament az íróasztalhoz, és végigpásztázta a rajta lévő tárgyakat. Az ügyfelek ajándékait, kulcsokat, egy nő portréját, aki a felesége vagy a lánya lehetett. Az ilyen férfiaknál ezt lehetetlenség lett volna megmondani. Lazán a köpeny csebébe dugta a kezét, amikor a férfi visszajött a helységbe. Könnyed társalgást folytattak az időjárásról, aztán megjelent a titkárnő egy kis dobozzal a kezében. Elin igyekezett a lehető legelegánsabb mozdulattal beletölteni a pénztárcájába a doboz tartalmát, aztán köszönetet mondott mindkettőjüknek, és kilibbent az irodából. Mellék utcákon és sikátorokban folytatta útját, nem törődve a ruhadó hús tagával, amit még az eső sem tudott leplezni. Az egykor kellemes téren kettő, azaz kettő darab vesztő helyet talált. A holtesteket ott hagyták a varjaknak. A madarak álnyaknak tűntek a világos kőfalakhoz képest, ahová a testeket szögezték. Elin nem akarta megkockáztatni egyetlen valk fogjulejtését sem Edion kiszabadítása előtt, amiben remélhetőleg nem fog belehalni. De ez nem jelentette azt, hogy ne akarjon némi előnyre szert tenni. Az éjjel hűvös kötterített be mindent, és beszivárgott minden kis zubba és lyukba. Elén több rétegnyi takaró és paplan alatt feküdt, megfordult, kinyújtotta a karját a matracon, és ráérősen a mellette fekvő meleg férfitest után nyúlt de újjai az ágynemű hideg sejmét tapintották. Kinyitotta a szemét. Nem vendlimben volt. A luxus kivitelezésű, kénfehér és bézs színekben pompázó ágya résványi lakásához tartozott. A másik fele szépen be volt vetve a párnek, és takarók rendben feküdtek. Üresen. Egy pillanatra, mintha láthat, látta volna ott Róvent, nyers, könyörtelen, jóképű arcát, ahogy alvás közben a vonásai ellágyulnak. Ezüstösen ősz haja csillog a hajnali fényben, és mindez éles ellentétben volt a bal halántékától. A nyakáig húzódó tetoválással, ami aztán a vállán keresztül egészen az új hegyéig folytatódott. Elin nagyot folytatott és megdörzsölte a szemét. Elég rossz volt erről álmodni is. Nem fogja az energiáit arra pocsékolni, hogy utána vágyakozzon, azt kívánja, hogy itt legyen, hogy mindent átbeszéljenek, vagy csak abban a vigasztaló tudatban legyen része, hogy mellette ébred és tudja, hogy létezik. Nagyot nyelt, súlyosnak tűnt a teste, ahogy felkelt. Egyszer azt mondta magának, hogy nem gyengeség azt éreznie, hogy szüksége van Róván segítségére hogy akarja a segítségét, sőt talán valamiféle erő kell ahhoz is, hogy ezt elismerje, de Róven nem a mankója volt, és soha nem is akarta, hogy az legyen. Amikor legyűrte hideg reggelijét, mégis azt kívánta, bár csak ne akarta volna ezt annyira bebizonyítani magának hetekkel ezelőtt. Főleg, amikor egy utcagyerek a raktár ajtaján dörömbölve mondta, hogy hivatják az orgyilkosok búvóhelyére méghozzá azonnal.